Magyarországon élünk, és mindannyiunknak van fülünk, többé-kevésbé. Egy különösebb kommentárt nem szükséges fűzni Püspök úrnak a szavaihoz, a kritikus szolidaritásnak a programjához, amit ugye Luthertől kezdett kibontani. Azt javaslom, hogy a kérdésekkel most várjunk. Óriási csúszásban vagyunk, azt tudjuk. Elsősorban a szervezőknek a hibájából, nem a részvevők hibájából. Na, így is tettem hozzá bőven, bocsánat. 500 évet vártunk arra, hogy megértsük egymást bizonyos kérdésekben. Az ebédig még mindenki tud várni egy kicsit. Azt hiszem, két kollégát köszöntünk nagy tisztelettel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociológiai Intézetéből, Hidas Zoltán tanár urat és Rosta Gergely tanár urat, akik Fabinyi Püspök úrnak a nyilvánosságra vonatkozó állásfoglalásaihoz kapcsolódva társadalomtudományi, társadalmi szempontból fognak nekünk beszélni a protestantizmusról. Elsőként akkor Hidas Zoltán tanár urat kérem meg, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást is, és már előre a türelmet. Ilyen sok idő után nyilván mindenki egy kicsit tikkad. Én tetézni fogom a bajt, sokféleképpen fogom tetézni. Köszönöm szépen. Tehát tetézni fogom a bajt sokféleképpen. Az első, amit rögtön elmondok, hogy én nem vagyok teológus, hanem ráadásul szociológus volnék, ami nem biztos, hogy az ökumenének a körébe olyan közvetlenül beletartozik. Nyilván a társadalomtudományoknak megvannak a sajátos szempontjai ugyanezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, de ezek a szempontok azért nagyon sokszor külső szempontok, a belső teológiai vitákhoz és szellemi küzdelmekhez képest. Tehát ilyen értelemben kérném azt, hogy olyan füllel hallgassák az itt jelenlévő, esetleg inkább teológiai képzettségű hallgatók, hogy ez egy másik fajta beszédmód és egy másik látásmód ezekkel az ügyekkel kapcsolatban. Ugye láttuk azt, hogy itt Lutherrel kapcsolatban is a sokféleség rajzolódik ki, vagy kirajzolódik egy olyan sokféleség, ami évszázadok óta bontakozik, abban az értelemben, hogy ki is volt Luther, ugye erről ma hát nagyon kockázatos dolognak tűnik, akár még monográfiát is írni. Lukács professzor úr felmutatott két végletet, de nagyon sok pólusa, vagy nagyon sok dimenziója van még ennek a Luther képnek. Valószínűleg, ha több ezer oldalas monográfia születne Lutherről, abban se férne bele minden Lutherről, azt az egész hatástörténetet is beleértve, amit Luther kiváltott. És én itt most inkább erről szeretnék beszélni, de azzal az óvatossága, hogy rögtön az elején megemlítem, hogy én itt nem Lutherről és nem a protestantizmusról fogok beszélni, miután itt hallhattuk azt, hogy a protestantizmus és a katolicizmus fogalmai is mennyire vitákra adnak okot. Még inkább így van ez, hogyha kívülről nézzük ezeket. Most semmilyen definícióval nem fogok próbálkozni, hogy a protestantizmus definiáljam. Induljunk ki abból, hogy van valamilyen előzetes tudásunk arról, hogy körülbelül mit szoktak ezen a néven említeni. És amiről én inkább beszélnék, az, hogy hogyan szokták látni ebből a külső, mondjuk társadalomtudományi, vagy bizonyos értelme akár filozófiai nézőpontból a protestantizmusnak a helyét a modern világban. A protestantizmusnak a viszonyát a modern világhoz. Tehát, hogyha valamilyen címe van ennek az előadásnak, az valahogy úgy szólhat, hogy protestantizmus és modern világ. Abban a sokféleségben értve, hogy a protestantizmust ma nagyon sokfélének, nem csak hogy tapasztaljuk, hanem sokfélének gondoljuk is, ugye ez egy sajátos szemléletmódja talán a mai világunknak is, hogy a sokfélét vesszük inkább észre, és a közöset, vagy az egyet, azt kevésbé. Ez a helyzet ezekkel a nagyszabású jelenségekkel, meg fogalmakkal is, hogy a protestantizmusból nyilvánvalóan sokféle van, sokféle felfogása is uralkodik egyszerre. Hát még mennyire ez a helyzet a modern világgal? Tehát, hogy mi is a modern világ? Ugye van egy nagyon
régóta zajló szellemi küzdelem arról, és ezen a ponton nyitnám meg ezt a teológiai vitát ebbe az irányba, egy másik szellemi küzdelem felé, hogy vajon milyen szerepe, vagy hatása, vagy jelentősége volt a protestantizmusnak, ilyen nagyon átfogóan értve, a modern világban mi köze van a protestantizmusnak a modern világhoz. Ugye fordítva is szokták ezt a kérdést nagyon gyakran tárgyalni, hogy a modern világnak mi köze van még a valláshoz. Ugye ez, amit szekularizáció címén szoktak vitatni, vagy állítani. A másik, vagy ennek egy, azt lehet mondani, egy pár kérdése az, hogy mi köze van a vallásnak a modernizációhoz. Hogy vajon van-e köze ennek a modern világnak a maga sajátos modernitásában a kereszténységhez általában, de kitüntetetten a kérdés az a protestantizmusra szokott vonatkozni. És most akkor röviden erről szeretnék beszélni. A modern világgal kapcsolatban talán azt érdemes kiemelni ezek között a szűkebb keretek között, hogy ez olyan új világberendezkedésnek tűnik, aminek vannak persze előzményei korábbi korszakokban itt, mondjuk a nyugati világban, de mióta a modern világnak ezt a modernségét felfedezték, körülbelül 200 évvel ezelőtt, amikor rájöttek arra, hogy itt valami gyökeresen más bontakozott ki, azóta folyik a gondolkodás arról, hogy mi is ennek a világnak az igazi jellegzetessége. Mik a legfőbb vonásai? Ha egy kicsit kiélezettebben akarjuk megfogalmazni, akkor mi ennek a világnak az elve, vagy a lényege? Van-e valami, amit a modern világ sajátosságának lehet tekinteni? És nagyon sokféle szellemi fogással törekszenek ezek a társadalomtudományok, történeti tudományok, de a filozófia is megragadni ennek a világnak ezt a jellegzetességét. Egy olyan szerkezet alakult ki, amiben az egyik legfontosabb, talán szellemi vonásként az embernek a szabadságát szokták említeni. És ezt említeném meg itt most elsőként, az embernek egy sajátos individualizmusát, és ezzel összefüggésben a szabadságát. Ez egy kiemelt vonása, vagy újdonsága, a tömeges szabadság, a mindenkinek szóló szabadság, vagy a mindenkinek szóló, akár politikai értelemben vett szabadság, és ennek nagyon sokféle aspektusával. Ez talán az egyik fontos elem, amit kezdetként megemlítenék. A másik fontos elem az az, hogy a modern világgal kapcsolatban kezdettől fogva megjelenik egy sajátos meghasonlottság élmény, hogy a modern világ tele van feszültségekkel. Olyan feszültségekkel, amelyek nem jelentkeztek korábbi korszakokban. Ugye a középkori világot szokás úgy jellemezni, hogy ez mennyire érvényes, mennyire nem, ez megint csak nagyon vitatható, hogy egy középkori egységkultúra volt érvényes, amiben a különböző területei az életnek, a politika, a vallás és egyebek, ezek mind valamilyen kulturális egységben voltak meg. Ugye ennek egy nagy képviselője volt, egy olyan szerző, akire most majd később egy kicsit részletesebben is kitérnék, egy Ernst Troeltsch nevű protestáns, evangélikus teológus, maradjunk most ennél az egyszerű minősítésnél, aki tehát ezt a középkori egységkultúrát jellemzi, és ehhez képest nagyon uralkodóvá vált a modern világ jellemzésére annak a sokféleségnek a leírása, amiben az ember manapság is találja magát, hogy olyan szférákban, ezt sokféleképpen nevezik, mindegy, ez itt most a számunkra, olyan szférákban élünk, amelyek heterogének, amelyek egymással nincsenek igazán belső kapcsolatban, hogy a politikának nincsen köze a közvetlen köze a valláshoz, bár időnként persze van, ahogy ezt haladtuk is, meg törekszik is valamilyen kapcsolatra, de elvileg különülnek el ezek a szférák egymástól, vagy legalábbis a modern világ törekszik ezeknek az elvi elkülönítésére, hogy a politika az ne legyen vallás, a tudomány az ne legyen gazdaság, a művészet az ne legyen politika, stb. Ezek a különböző szférák, ezek mind ilyen élesen épülnek ki, és sokak szerint egyre következetesebbé válik ez a sokféleség. És ez feszültséget kelt
a modern világban, és ezt a feszültséget az ember valahogy igyekszik a saját életében feloldani. Ide tartozik a modern világ sajátos körülményei közé a kapitalizmusnak a sajátos gazdasági rendje, amit az elsők között szoktak említeni. Ide tartozik az államnak egy sajátos, bürokratikus, alapú, megszervezett, demokratikus elvű rendje. Ide tartozik egy sajátos tudományosság is, egy empirikus szellemi tudományosság. Ugye itt nyilván teológia, tudománya sajátos helyzetben van ezekhez a szekulárisnak mondható tudományokhoz képest. A szekuláris tudományok azok transzcendenciáról nem tudnak. Ugye, ha egy történészt megkérdeznének arról, hogy miért tört ki a, nem tudom én, francia forradalom, és akkor azt mondaná, hogy hát az isteni gondviselés egyszer csak, akkor valószínűleg ezt a történészt nem hívnák meg többet egy ilyen kerekasztal beszélgetésre, mert ez nem az ő asztala. Ugye, tehát őtől azt várják, hogy világi okokat mondjon, történeti okokat mondjon, gazdasági okokat mondjon, stb. Tehát ezek ilyen élesen elkülönülnek egymástól, a szekuláris tudományosságnak egy ilyen zárt világa alakul ki. És ugye nagyon érdekes az, hogy ez a szekuláris világlátás a tudománynak ez a fajta kozmosza, amiben okozati összefüggésekben gondolkodunk. Ez az hétköznapi gondolkodásunkat is nagyon erősen áthatja. Tehát, hogy ez még a vallásos ember számára is evidenciának tűnik. Nyilván olyan képzési rendszeren megy végig mindenki, hogy ezt a kettőt nem különítik el élesen egymástól. Az iskolában mindenki megtanulja a természettudományos, maradjunk ennél a leegyszerűsítésnél, a természettudományos világszemléletet, és annak ezeket a mechanisztikusnak mondható modelljeit. Tehát ilyesmi jelenségekkel szokták a modern világot jellemezni. Na most, ami a protestantizmusnak a modern világhoz való viszonyát illeti, az elvi kérdés aztán úgy fogalmazható meg, hogy van-e egyáltalán folytonosság a letűntnek mondható középkori, egységesebbnek tűnő kultúra és a modern világnak az elvei között. Van-e egyáltalán valami folytonosság, vagy inkább egy radikális törés látszik? Tulajdonképpen ez a kérdés 200 év óta foglalkoztatja nagyon intenzíven a nyugati gondolkodást, ennek különböző változatai vannak, történelemfilozófia az egy fontos vonulata ennek, hogy a modern világ az megáll-e a saját lábán, így lehet föltenni ezt a kérdést. Vagy tulajdonképpen itt olyan képződményekkel találkozunk, amik vallási eredetűek, vagy vallási meghatározottságúak, vagy van ezeknek valami vallási előzménye legalábbis, olyan módon, hogy ezek a modern jelenségek szekularizátumoknak tűnnek. Vagy pedig ezeket a vallási, teológiai előzményeket, elemeket nem lehet kiiktatni. Nem lehet kiiktatni ebből a rendszerből. Tehát a szabadság eszméje például, hogy erre térjek most röviden vissza, ez megalapozható-e úgy, hogy az ember nem vesz tudomást mondjuk a teológiáról, vagy olyan fajta metafizika felé gondolkodik, amiben ezek a transzcendens tényezők nem szerepelnek. Tehát ilyen kérdésekről van itt szó, amikor arról beszélünk, hogy a korábbi világ és a modern világ között milyen kapcsolat van. Manapság ugye nagyon sokan, amióta ezzel foglalkoznak, olyan jelenségeket említenek meg, amelyek gyökeres változásokat hoztak a modern világban, hogy ezeket forradalmaknak szokták nevezni. A forradalmakból születik meg a modern világ, ipari forradalom, polgári forradalom, francia forradalom, tudományos forradalom, de ezeknek a sorában szokták említeni egyesek legalábbis a reformációt is. És erre szeretnék most akkor egy kicsit bővebben kitérni. Ugye nyilvánvaló, hogy a reformációnak a korszakos jelentősége miatt, vagy legalábbis visszatekintve a korszakos jelentősége miatt felmerül az a kérdés, hogy a reformációval valóban egy új világ kezdődött-e. Ugye ezt nagyon sokféleképpen érintették már itt a korábbi előadók, hogy ez egy új kezdet-e.
vagy valaminek a folytatása, megújítása, hogy hova sorolható. Ez egy nagyon egyszerű korszakolási kérdésnek is mondható, hogy elkezdődött egy új világ, vagy lezárult vele valami régi. Ez Luther értelmezésben is egy óriási vitát jelentett 100 évvel ezelőtt még, akkor sokan foglalkoztak ezzel a kérdéssel, hogy Luther vajon még a régi világhoz tartozik-e, vagy már a modernitásnak egy úttörője. És ezzel kapcsolatban rengeteg vita zajlott, ahogy említettem, 100 évvel ezelőtt. Tehát 1700 körül, tehát a 200 éves jubileum, hogyha már itt jubileumokban gondolkodunk, a 200 éves jubileum környékén kezdődik az a vita, amelyik már nem egyszerűen azon gondolkodik, hogy mit jelent az önreflexió számára a protestantizmus, hanem mi a jelentősége a protestantizmusnak a mai élet szempontjából. Erről nagy viták kezdődnek, miben járult hozzá a modern világhoz, ha hozzájárult. Hoztam egy olyan idézetet, ami talán egy kicsit, nem tudom kinek a számára mennyire lesz váratlan, talán többek számára inkább igen. Ez egy filozófiai idézet lesz, mégpedig a Hegeltől. A Hegeltől, aki ennek a korszaknak, ugye 1800-ban vagyunk, tehát 200 évvel ezelőtt az egyik legnagyobb hatású szellemi alakja volt, vagy filozófusa, aki egy olyan szabású történelemképet fejtett ki, ami az egész világtörténelmet át akarja fogni. Most elhoztam néhány olyan mondatot, amit ő a reformációról ír. Ugye persze tudni kell azt, hogy Hegel protestáns családból származik, ráadásul tehát egy evangélikus, pietista hátterű családról van szó, de az ő programja szekuláris, tehát ő filozófus volt, és nem teológiát művel, és mégis azt mondja, hogy ha végignézünk a világtörténelmen, akkor azt látjuk, hogy a világtörténelmen a szabadság bontakozik ki, és a szabadság kibontakozásának a fordulópontja az Jézus. Jézus volt az, akiben először megtestesült a végtelenségnek és a végességnek a kettőssége egy szemében. Az emberi és az isteni. Tehát Jézust ő valamiképpen szimbolikus alaknak tekinti, ilyen módon filozofálja, ha tetszik, és utána egy következő nagy áttörés a történelemben az ő szemében nem a francia forradalom lesz, hanem éppen a reformáció. Mégpedig azért, mert ő azt mondja, hogy a reformáció egy olyan bensőségességet hozott, ami a szabadságnak a kiteljesítése felé nyitotta meg az utat. Nem azt állítja, hogy ezzel már meg is történt, de itt valami olyasmi történt, ami a modern világ felé vezet. Azt mondja az Újkor elve című fejezetben, az Újkor elve. Luther egyszerű tanítása a szabadság tanítása. Hogy a közvetítő az ember és az Isten között nem lehet érzéki, evilági, hogy tehát a végtelen szubjektivitás, vagyis az igazi szellemiség, Krisztus semmiképpen nem külső módon jelenvaló és valóságos. A hit nem más, mint szubjektív bizonyossága az öröknek, az önmagában és önmagáért igaznak. A középkor a fiú birodalma volt. A fiúban Isten nem befejezett még, tehát ez egy köztes fázis, hanem csak a szellemben lesz az, ugye itt a Geist szó szerepel, ami lelket is jelent, tehát a Szentlélekre való utalás, mert mint fiú magán kívül helyezte magát, tehát ott egy picit idegenné vált maga számára, mondja ezt Hegel a sajátos terminológiában, és így tulajdonképpen ezt meg kellett szüntetni, és ez lesz majd a Szentléleknek a kora, a bensőségességnek a kora, és ezt hozza elő szerinte Luther. A reformációval a szellem birodalma kezdődik, ezzel kibontották az új, a végső lobogót, amely köré a népek gyülekeznek. Ettől fogva a mi korunkig nincs más teendő, mint ennek az elvnek a beleformálása a világba. Ezt az elvet kell beleformálni a világba, tehát alakot adni ennek a szabadságnak az állam formájában, a gazdaság formájában, tehát az alakot adni, az azt jelenti, hogy objektiválni, tehát valahogy kézzel fogható valósággá tenni ezt a fajta szabadságot. Jogot, a tulajdont, az erkölcsiséget, a kormányzást, az alkotmányt most már ebben az általános szabadság szellemében kell meghatározni.
hogy megfeleljenek a szabad akarat fogalmának. A szabad akarat fogalmának. A következő lépés lesz majd az, de ez mind a reformációból következik ő szerinte, hogy megszilárdulnak a nemzetállamok, ezekben öltenek testet valamiképpen a szabadságnak a lehetőségei, Hegelnek ez volt legalábbis az elképzelése, és előbb-utóbb már nem is lesz szükség a vallásra, ez az ő betetőzés, az ő által elképzelt betetőzés ennek a folyamatnak, a modern ember már az abszolút ész, vagy az általános ész jegyében gondolkodik, tehát valamifajta törés mégiscsak megjelenik itt, amit a francia forradalom és a felvilágosodás képvisel, de ez a felvilágosodás, ez mégiscsak ebből a bensőségességnek, ebből a szubjektív szelleméből bontakozik ki. Tehát ilyen értelemben ezek a jelenségek mind valahogy a reformációban gyökereznek. Hát talán ennyit erről a 200 évvel ezelőtti jellemzéséről, a modern világ és a reformáció viszonyának. Ez egy nagyon nagy hatású modell volt, ezért érdemes talán erre visszatérni, akármennyire régi, de hát itt régi ügyekkel foglalkozom bizonyos értelemben, történelmileg régi ügyekkel. 200 évvel ezelőtt óriási hatást fejtett ki, azt lehet mondani, hogy bizonyos értelemben máig tartó hatása van ennek a modellnek legalábbis. Ugye aztán utána a 100 évvel ezelőtti jubileum környékére lépnék előre, amikor ugye a protestantizmusokon belül, most ezt ilyen tágan mondom, és inkább talán többes számban szerencsésebb használni, azt lehet mondani, hogy eluralkodik legalábbis protestáns közegben az a tudat, hogy a protestantizmus hozzájárult a világnak a modernizálásához, és egy olyan réteg is tartozik ehhez, amit úgy neveznek, hogy művelt polgárság. Ugye ez a Bildungsbürgertum, ahogy ezt tulajdonképpen lefordíthatatlan, sajnos lefordíthatatlan, hogy ezt hozzátegyem, szóval szokták magyarul is idézni, tehát egy olyan képzett, művelt polgárság, amelyik ennek a hordozója, egy olyan kultúra, világ épül ki, amelyiket az öntudata szerint ez a protestantizmus hatja át. Van tehát ez a német, itt Németországról beszélek elsősorban nyilvánvalóan, vagy többi kezdődik gondolom nyilvánvalóan, és ez a művelt polgárság szívesen tekintett magára úgy, mint a protestáns kultúrának a megtestesüléseire, akik az egyetemeket alapították, ezeket a modern egyetemeket, tehát a tudományosságnak is, a tudásnak, a képzésnek, ők az igazi hordozói. Sőt, ugye a művészetekben is megjelenik ez a fajta a képzettségnek, vagy a műveltségnek a csúcsa. Ugye ráadásul itt egy sajátos problematika is felmerül, akkor melyik az a művészet, ha már a művészettel kapcsolatban kicsit meghasonlott a viszonya némely protestáns mozgalmaknak, felekezeteknek, ugye, és akkor rátalálnak arra, hogy a zene. Nyilván a zene, amelyik a legkevésbé érzéki, és a leginkább a fülnek szól, tehát Bach, ugye, tehát hogy ne menjünk ennél messzebb. Ezek azok az alakok, akikben megtestesülni látja ez a polgárság ezt a protestáns szellemet, és kialakul egy olyan teljes körű kultúra, aminek az alapja egy olyan öntudat, amelyik a korábbi kötöttségekből való felszabadulást, emancipációt, autonómiát tekinti a saját legfőbb jellegzetességének. Az egyik legfontosabb szerzője ennek a korszaknak a protestáns teológusi körökben Ernst Troeltsch volt, akinek a nevét már említettem, ha esetleg valaki nem tudná a nevét, nem látta volna még a nevét, ugye úgy van írva, hogy Troeltsch, tehát egy kicsit bonyolult, és nem hoztam sem kivetítést, elnézést ezért. Tehát ez az Ernst Troeltsch, akit magyarul Troeltsch Ernőnek szoktak emlegetni, ugye a századfordulónak a hagyományos magyarítása szellemében. Tehát ez az Ernst Troeltsch volt az, aki nagy tanulmányokat írt arról, hogy mi is az igazi jelentősége a protestantizmusnak a modern világ keletkezése szempontjából. És az ő
Az ő számára is a nagy kérdés, hogy a reformáció hol helyezhető el. Mondtam ezt, vagy utaltam erre, hogy ez tekinthető egyszerű korszakolási kérdésnek, de tulajdonképpen nyilvánvalóan sokkal többről van szó. Minden korszakolási kérdés a lényeget, vagy az elvet érinti, annak a kultúrának a szellemét, aminek a kezdetét beazonosítja egy szimbolikus kezdőponttal. Ugye? Ilyen szimbólumokra úgy tűnik, ilyen történelmi szimbólumokra, 1517. október 31, ilyenekre is szüksége van úgy tűnik az embernek, vagy az emberi kultúrának. Tehát azt mondja a Trölcs, hogy az ő megítélése szerint a reformáció inkább még a középkorhoz tartozik. A Luthernek a törekvése, az még inkább a középkori világnak valami fajta megerősítése lett volna, egy olyan törekvése ez, ami a modernitásnak a mozgásaival inkább szembe állítható. Tehát ez egy nagy vita kérdés volt akkoriban. Azt mondja Trölcs, hogy a modern világnak nagyon sok újdonságát valóban lehet összefüggésbe hozni a protestantizmussal, de a legtöbb az nem a protestantizmusnak tulajdonítható vagy köszönhető, hanem a modern világ alapjainak nagy része, ami az államot, a társadalmat, a gazdaságot és a művészetet illeti, a protestantizmustól teljesen függetlenül jött létre, részben egyszerűen késő középkori fejlemények folytatásaként, részben pedig a reneszánsz folyamányaiként. Nyilván ez is egy olyan szellemi mozgalom, ami most nem tartozik közvetlenül hozzánk, a mi ügyünkhöz, de mégiscsak egy nagyon meghatározó korabeli mozgás volt. Tehát amiben a kereszténység és ezen belül a protestantizmus szerintem mégiscsak hozzájárult a modern világhoz, az éppen az individualizmusnak az eszméje. Egy sajátos individualizmusnak az eszméje, ami persze nyilvánvalóan ő szerintem nem görög hagyományban gyökerezik, hanem keresztényben, és ezt erősíti fel, ezt az eszményt erősíti fel Luther. A modern individualizmusnak alapja az ember rendeltetésének keresztény eszméje, aki kiteljesült személyé, az Istenhez, mint minden személyes élet és a világ forrásához való fellendüléssel válik. De ebben a protestantizmusnak csak igazából mellékszerepe van, utána a protestantizmus viszont nagyon is fogékony volt, mondja Trölcs, arra, hogy a modern világnak a felvilágosodással, elsősorban a felvilágosodással bevezetett újdonságait magáévá tegye, vagy azokat még megerősítse, és a saját forrásaiból tovább táplálja. Tehát ilyen értelemben van valami fontos szerepe. A reformációt mindenesetül óprotestantizmusnak nevezi, ugye is a későbbi, a 19. századi ettől szerinte lényegileg az már különböző protestantizmust nevezi el új protestantizmusnak. Tehát az óprotestantizmus ez a régi egyházi, ugye ez dehonestáló kifejezés itt ebben a kontextusban, a középkori egyházi természetfeletti kultúra kategóriába tartozik, az óprotestantizmus, amely egy közvetlen és élesen elhatárolható, a világtól megkülönböztethető tekintélyen alapult. Tehát ott a tekintély elvnek még nagy szerepe volt, mondja Trölcs, a maga eszközeivel, a középkori egyháznak ezeket a tendenciáit igyekezett szigorúbban érvényesíteni, mint amennyire a középkori hierarchikus egyházi intézménnyel ez lehetséges volt. Tehát, hogy Luther mintha jobb eszközöket talált volna ahhoz, hogy azokat az eredeti eszményeket felerősítse, mint amennyire a megmerevedett és hierarchikus szerkezetben ez egyáltalán elérhető volt. Szigorú egyház fegyelmével végsősorban nem különül el élesen a katolicizmustól. Tehát a protestantizmus áttételesen ugyan, de szerepet játszik, nem az elsődleges, de az újdonság, ugye az embernek ez a sajátos szabadsága, amiben azonban ő szerinte a kálvinizmus jutott a legmesszebb. Tehát nem is annyira Luthernek tulajdonító meghatározó jelentőséget, hanem a kálvinizmusnak, mégpedig a predesztinációt annak köszönhetően, vagy annak tulajdoníthatóan. Tehát a predesztinációtan
ról azt gondolja Trölcs, hogy ott valahogy az ember sokkal jobban magára lett hagyva. Sokkal jobban magára lett hagyva Isten színe előtt. Mindenfajta közvetítés nélkül. Persze megint csak lehet azt mondani, hogy nyilván teológusok sokkal jobban tudják ezt nálam, hogy a predestinációtan azért nem egy reformációs találmány. A Szent Ágoston minimum vissza lehet vezetni ezt a gondolatot. Tehát ebben az értelemben itt is persze valaminek egy felerősítése vagy középpontba helyezése történik, de minden esetre nem a luteránus vagy evangélikus protestantizmus tartja meghatározónak. A protestantizmusban tehát összegezve volt mindenféle olyan törekvés, amelyik megfelelt a modern világnak, megfelelt, tehát összhangban volt vele, és ezért képessé vált arra, hogy ebben a konfliktusban a modern világgal ne maradjon alul, hanem össze tudjon olvadni az újjal. Valami ilyesmi a Trölcsnek a képe a reformációról. Most amiben talán egyetértés szokott uralkodni a protestantizmusnak a modern világra gyakorolt hatását illetően, az, hogy a bensőségességnek, vagy a személyességnek, vagy a szubjektivitásnak, vagy az individualitásnak, ezek nyilván nem ugyanazok, de valami olyan kultúráját hozta el, egy kultúrát hozott el. Ennek a kultúráját bontakoztatta ki, sokkal intenzívebben, mint amennyire a kereszténységben ez eleve adott volt, mint lehetőség, de itt az intézmény, nyilván az intézményhez való viszonyon fordul meg minden elvi szempontból, hogy az intézménynek a közvetítő szerepének a csökkenése által a szabadságnak egy olyan fogalma jelenik meg, amelyikben az ember közvetlen bensőségességet, ben éli a vallásosságát, egyénivé válik, inkább egyénivé válik a hite, ilyen értelemben belülről vezérelt emberré válik, ugye ezek bevett terminusok ennek a jelenségnek a jellemzésére, belülről vezérelt emberré, és tulajdonképpen ez az, amit talán általánosan mondani szoktak ezzel kapcsolatban. Zárójelben jegyzem meg azt, hogy erről is természetesen viták folytak, és folynak ma is, hogy a protestantizmus valóban ennyire individualizál-e. Ugye megint csak a protestantizmusok sokfélesége miatt nagyon nehéz ilyen állításokat ilyen egyszerűségben fenntartani. Mások azt hangsúlyozzák inkább, hogy valahogy mégiscsak nagyon rászorul az intézményes, a gyülekezetiségre, tehát a csoportra a vallásosság, tehát ilyen értelemben ezek a gyülekezetbe szerveződő protestánsok azért annyira mégsem egyedülállóak vagy magányosak, tehát ilyen értelemben egy kettősség azért megjelenik. Ugye van, aki úgy mondja, hogy van egy gyülekezeti kényszer. Egy gyülekezeti kényszer, tehát hogy a gyülekezetbe szerveződésnek a kényszere. Ennyit jelent ez. Tehát nem a gyülekezet elnyomó hatalma, hanem hogy megvan ez az igény, hogy gyülekezetté szerveződjenek. És ebben persze az egyénnek egy függetlenebb felfogása tud mégiscsak érvényesülni talán. Most amit aztán ennek következményeként sokan szoktak emlegetni, két-három ilyen következményt említenék még. Az egyik ilyen fontos következmény az, hogy kialakul ez az individuum kultúra. A szubjektivitásnak egy olyan kultúrája, amelyik az emberhez kezd sajátos módon viszonyulni, és ezt a viszonyt már a mai ember jól ismeri magából. Ennek nagyon szekuláris változatait szokták emlegetni, most kettőt-hármat megemlítek ezek közül. Az egyik az irodalomban jelentkezik, ugye? Az a fajta irodalom, ami például az úgynevezett fejlődés regényben ölt alakot. Ugye, ennek 100 évvel ezelőtt volt nagy felfutása. Thomas Mann, Gottfried Keller, stb. Tehát, hogy a személyiség kibontakozása és a belső útjának a végigkövetése. Sokan mondják azt, hogy ez egy sajátosan protestáns talajon fakadó vagy kibontakozó irodalom.
amivel összefüggnek olyan irodalmi műfajok, mint a naplóírás. A naplóírás. Ennek zárójelben jegyzem meg. Megint csak nyilván megvannak a középkori előzményei, a gyónás intézménye, amelyik egy ilyen sajátos belső reflexiót követel meg végső soron a gyónásnak a kötelezővé tétele. Ilyen módon az embernek a belső világára való figyelése megkezdődik, de itt ez felerősödik ebben a szubjektum modellben, mondják sokan, tehát ez ennek mondjuk egy ilyen irodalmi lenyomata, míg nem aztán ugye a főhős megtalálja a helyét a világban, ami valahogy jó helyre teszi őt, egyfajta, hát ha nem is rendelés, de van egy megtalálandó útja, helye, amit a regény kifejt. Az embernek az önmagáról való reflexiója gazdagodik, és bizonyos értelemben a lelki mélységei épülnek ki, bontakoznak ki, vagy fogalmazódnak meg sokkal intenzívebben. Ez az, amit lehet azt is mondani, hogy a pszichológia olyan kategóriákkal dolgozik nagyon sokáig. Az egész 20. század, amíg el nem felejtette a lélek fogalmát, vagy le nem mondott róla, addig olyan kategóriákkal dolgozik, amelyeket a protestáns teológiában talál, a szorongás fogalma, ugye Kierkegaardnak a híres műve, tehát protestáns gondolkodók fejtenek ki először nagyon mélyrehatóan ilyen hát modern élethelyzeteket és modern személyiség összetevőket, mint például a szorongás. Ugye általában is azt lehet mondani, hogy létrejön egy olyan gondolkodás, amit kultúrprotestantizmus szoktak nevezni, tehát hogy a kultúrá egészét áthatja ez a protestáns szellemiség. Most két szférát említenék még nagyon röviden. Az egyik a politika, a politikához való viszony. Ugye itt a politikához való viszony kapcsán azt szokták kihangsúlyozni, hogy ahogy, ezt csak egy mondattal intézem el, tehát ahogy kialakul az embernek a vallási szabadsága, az egyéni szabadsága, ugyanúgy kell ezt a szabadságot biztosítani az élet minden területén az egyén számára, és ez a politikának az átszerveződését eredményezi. Tehát a politikában egy politikai szabadságként jelenik meg az egyén szabadsága. Tehát van egy ilyen tendencia a két szférát élesen elkülöníteni egymástól, és ott is meghagyni az egyénnek ezt a szabadságát. Ez is egy tendencia, erről is sokat szoktak vitatkozni. Egy valamit akkor még röviden megemlítenék, ami talán leghíresebb az összes közül. Ugye ez az a tényező, amit az legelsőként említettem, a különböző szférák közül, ez pedig a kapitalizmus. És ezzel kapcsolatban Max Webernek a Protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című könyvét említem csak meg. Abból a szempontból talán érdekes a számunkra ez a könyv, hogy 100 éve íródott, egy 200 oldalas könyv, tehát nem vaskos, és azóta sem tudtak igazán dűlőre jutni arról, hogy miről is szól ez a könyv. Tehát újra és újra elolvassák, valószínűleg azért, mert azoknak a nagy elbeszéléseknek a sorává tartozik, amilyen a Hegelé is volt, amelyik a modern embernek a helyzetét akarja megérteni ilyen tágas összefüggésekben, miköze van a protestantizmusnak a kapitalizmushoz. Ugye? És nagyon leegyszerűsítve és nagyon vitatva, azt lehet mondani, hogy Weber valami olyasmit állít, hogy a protestáns mentalitás az kedvezett hatással volt a gazdasági világban való kapitalista működésre, amelyiknek a középpontjában egy olyan fogalmat helyez Weber, ami a hivatás. A hivatásként felfogott munkavégzés. És ez az, ami először filológiailag Luthernél jelenik meg, ez egyébként Webernek a találmánya, mint tudható, hogy Weber fedezte fel, hogy Luther fordítja ezt a szót először, azt a szót, ami eredetileg világi foglalkozást jelöl, ő fordítja először egy vallási felhangú szóval, ez a beruf, ugye, amiben az elhivatás rejlik benne, és Weber egy olyan összefüggést próbál meg kidolgozni, hogy ez az elhivatás, ez a hivatás gondolatra, a modern, szekuláris, mondható hivatás gondolatra nagy hatással lesz, és ez a hivatás gondolat hatja át aztán a, a,
a modern gazdasági világot. Persze erről ma már nagyon komoly viták folynak, hogy ez egyáltalán igaz-e, arról is, hogy vajon a mai kapitalizmust még mindig ez a szellem tartja életben. Az utóbbi kérdés nem túl nehéz választ adni, mert Weber azt mondja, hogy nem. Tehát ő azt mondja, hogy ez a kezdeteknél volt fontos, mára ez a szellem elindult, de mégis itt maradt ez a hivatás. Gondolat, hogy az ember szisztematikusan élje az életét, és a munkájával igazolja az ő kiválasztottságát a világon belüli tevékenységével, tehát ezt ő úgy fogalmazza meg, hogy ez a világon belüli aszkézis, amit azelőtt a kolostorokban a szerzetesek műveltek csak, az most kivonul a világba, és mindenkire hatással lesz. Tehát ilyen belső mozgató erők hatnak a kapitalizmus, nem az egész kapitalizmusnak a kialakulására, ez nagyon fontos, hanem a kapitalista mentalitásnak a kialakulására sok minden más mellett. Tehát ezt ő is hangsúlyozza, de ez is egy fontos összetevője volt. Legutolsóként most már csak annyit hadd említsek meg, hogy ez a folyamat Weber szerint beleilleszkedik egy óriási nagy világtörténelmi folyamatba, amit ő varázstalanodásnak nevez, ami már az Ószövetségben kezdetét veszi, erre itt most nincs idő kitérni, tehát hogy a modern világnak a gyökerei végső soron odáig is visszavezethetők, de legutolsóként egy idézetet szeretnék felolvasni, amit úgy látszik ez a nyomtató végül elsikkasztott, de ezt az idézetet azért tartanám fontosnak, sajnos egy kicsit hosszú ahhoz, hogy fejből felidézzem, de a lényegét akkor megpróbálom elmondani. Tehát egy másik írásában Weber arról beszél, hogy amikor az apostolok, és ez tulajdonképpen azért fontos, és azért szerettem volna lezárásként ezt még megemlíteni, mert a keresztény szabadság kifejezés szerepel a konferenciánk címében, és itt Weber kifejezetten utal erre, hogy amikor az apostolok először ettek együtt, ugye egy asztalnál körülmetéletlenekkel, és ezt ugye a Pál úgy ünnepli, mint a keresztény szabadságnak a diadalát, akkor tulajdonképpen ez a polgárság megfoganásának az órája volt, még akkor is, hogyha a születésre még 1000 évet kellett várni. Ez az egyik fogantatása, ez egyik fogantató eleme a polgárságnak. 1000 évet kellett várni, a középkori városok esküszövetségeiben született meg aztán a polgárság, mindenféle más körülmény hatására, de egy vallási mozzanatot itt talál meg, és ez egy közös vallási mozzanat, a keresztény embernek ez a szabadsága, ami ott valósul meg először, és így vezet el a polgárságnak a megszületéséig. Hát van, ahol még 2000 év sem volt elég ennek a megszületésére, sajnos. Köszönöm szépen!